A 20 kilométeres távon az olimpiai szintet már korábban teljesítő gyalogló novemberben és januárban is sérülése bajlódott, az elmúlt hetekben viszont panaszmentes volt, így úgy döntött, hogy életében először rajthoz áll az 50 kilométeres távon is. A szlovákiai Dudincében, a rangos mezőnyben nagyszerűen szerepelt Pokrovenszky József tanítványa, aki a 4 óra 3 perces olimpiai szintől több mint 8 perccel jobbat gyalogolva szerezte meg a magyar bajnoki címet és az újabb 5 karikás indulási jogot. Ennek a versenynek nagyon nagy hagyománya van, több ország is itt rendezi meg az országos bajnokságát, így lesz ez egy nagy nemzetközi verseny is. Itt voltak Dél-Amerikából, Koreából, Japánból, Afrikából, egész Európából. Az én versenyszámomban 87 induló volt, indult a 2012-es olimpiának az ezüstérmes gyaloglója, világbajnokok is gyalogoltak itt. Tehát nagyon nagy mezőny volt, és ezért is értékes az a 16. hely, amit megszereztem. Magyar gyalogló, a tatabányai Kis Antal legutóbb az 1968-as olimpián indult mindkét távon. Jelen állás szerint Helebrant Máté nem követi az akkor 50 kilométeren ezüstérmes elődje példáját. Papíron indulhatnék 20 és 50 kilométeren is, de valószínűleg nem fogjuk ezt bevállalni, mivel egy hét van a két versenyszám között, és teljesen felesleges lenne, hogy egy 20 km után egy 50 km-t is bevállaljak. Valószínű vagy az egyik, vagy a másikon fogok, de ezt még nem tudjuk Józsibával. Helebrant Máté április végén Békés Csabán a 20 kilométeres országos bajnokságon rajthoz áll, aztán már az olimpiai felkészülésre koncentrál a nyíregyházi gyalogló.